Folytatódik a napi aktuális, méghozzá Magyar Péterrel, ugye, aki 10. március 15-én tartotta az első nagygyűlését, bejelentette, hogy talpra magyarok néven közösséget szervez, aztán április 6-án nemzeti menetet szervezett, most pedig ma már tudjuk, hogy Tisztelet és Szabadság párt, röviden Tisza párt néven kíván indulni. Erről fogunk beszélgetni. A stúdióban üdvözlöm Szűcs Gábor jogászt, szervusz, jó napot kívánok, Tarnai Kristóf újságírót, szervusztok. Tisztelet és Szabadság párt. Mire számíthat szerintetek Magyar Péter, hogy kit fogott találni? Csalódott fideszesek tömegeit, akik mellé állnak, de hát már őket se akarja, hogy mellé álljanak. Szóval mi ez? Hát ugye ez külön dolog, mert ugye, ha jól értem, ugye ő úgy nem akarja a NER-ből utána kiugrókat várni, hogy tagoknak vagy jelölteknek, tehát szerintem a szavazóikra azért számít, bár ugye ez egy örök kérdés, hogy ez... álljon, hát ő is a NER-ből. Hát igen, nem szereti a konkurenciát, ez egy örök kérdés, hogy ez mennyire működik. Ugye van, aki azt mondja, hogy a kiábrándult fideszesek a Fideszre szavaznak, tehát hogy sokan vannak, akik a Fidesz bizonyos dolgokkal nem értenek egyet, de közben ezért a tapasztalatok ezt mutatják. Fideszek egy nagyon jelentős választások is, tehát mindig ugye voltak a kiábrándult fideszesek, és valahogy 3 millió szavazó össze. Szavazat megtartó ereje van. Olyanok, mint az unikó, de közben én azért egy érdekes dolgot láttam, amikor volt az influencer tüntetés, akkor volt az, hogy olyan ismerőseimnél láttam Insta sztoriban, hogy ők kimentek a tüntetésre, akik egyébként soha nem osztanak meg politikai tartalmat, és az egyik ilyen ismerősöm volt, aki szintén láttam, hogy megosztotta, hogy ezen a Magyar Péter féle tüntetésen is kín volt, tehát hogyha valahogy van az egésznek egy olyan vibe-ja, hogy azokat a rendszerrel elégedetlen, de azért hát ez így megszokott ellenzéki politikusokat sem szerető emberek egy részét urnához tudja vinni, annak azért egyébként nem becsülném le az szerintem erejét. Szerintem a novum Magyar Péterben az gyakorlatilag annyi, hogy az ő volt felesége egy korábbi igazságügyi miniszter. Tehát egyébként ugyanazt látjuk, azért mentek ki ezek az ismerőseid, és azért ment ki egyébként viszonylag sok ember, mert az van, hogy nem egy baloldali politikus ment ki, hanem egy újonnan megjelent szereplő, aki magát egyébként jobboldali konzervatívnak titulálja, csak utána elmondja egy interjúban, hogy én egyébként liberális vagyok. Most Márkizai Péternél pontosan ugyanezt láttuk az elején. Tehát, hogy hú, jött végre valaki, aki nem a baloldal, nem a régi MSZP-sek köre, végül ugyanúgy összeállt velük. Tehát ott is azt hitték, hogy jön egy messiás, most eltelt 2 év, jön egy újabb messiás. Magyar Péter azt mondta, hogy ő atombombákat fog adni, gyakorlatilag egyet sem láttunk. Azt mondta, hogy olyan bizonyítékai vannak, ami alapján el fognak ítélni embereket, meg lemond a kormány. A kormány nem mondott le, és nem ítéltek el semmit, semmilyen bizonyítékot nem hozott nap. Hát, de egy felvételt kitett. Ugye, de az, bocsánat, ez bizonyító erejű? Hát ezt majd eldöntik, hát ezt, nem tudom, nem vagyok jogász, te vagy a jogász, de hogy az mit bizony? Az igen, tehát hogy nyilván ez önmagában a feleség. Ez önmagában nyilván inkább csak egy erősebb állítás, mint sem tényleges közvetlen bizonyíték. Ugye ő erről utólag egyébként ezt megkérdezték tőle, ő azt mondta, hogy egyrészt az ő megítélése szerint kellett volna lemondani emiatt a kormánynak, illetve hogy hát az hogy bárkit elítélnek emiatt, azért meglátjuk, mert hogy ugye folynak ugye ebben az ügyben eljárások. Két dolgot is mondani, önmagában az, hogy valaki mondjuk jobboldali, attól mondjuk lehet liberális, meg azért valaki bizonyos dolgokban konzervatív, más ügyekben nem, szerintem a többség azért nem annyira axiomatikusan gondolkodik, de az azért, tehát hogy értem az összevetés Márkizai Péterre, és sok szempontból az áll, csak mégis az a helyzet, hogy Márkizai Péter soha nem tudott ennyi embert megmozgatni. Márkizai Péter azért jellemzően olyan embereket húzott be, akik elégedetlenek az ellenzékkel, de többségében azért mégis foglalkoznak a politikával, és itt meg tényleg azt látjuk, hogy minthogyha, ez meglátjuk, hogy így lesz, minthogyha passzívabb embereket is, vagy a közéletet csak távolabban foglalkozó embereket is, minthogyha valamiért, és őszintén szóval nem tudom, hogy miért, de valamiért, minthogyha ez jobban be tudna. Én úgy gondolom, hogy Márkizai Péternek sokkal meggondolatlanabb volt a kommunikációja, mint Magyar Péternek, ez itt egy különbség abszolút. Plusz itt ott van az a faktor, hogy ő korábban abszolút a fideszes közeg része volt, ő korábban egy kormánypárt, nyilván egy igazságügyi miniszternek volt a férje. Itt ez a pikantériája a dolognak abszolút, ugyanakkor sorra dőlnek meg az állítás, ugye az ATV-ben mondta hétfőn azt, kijavítva a műsorvezetőt, hogy 3 napon belül pártelnök leszek, most kiderült, hogy alelnöke lett csak a pártnak. Tehát ilyen apró csúsztatások, apró tévedések folyamatosan vannak, hogy kiket vár a pártjába, ugye ennek a pártnak jelenleg a létszám az nagyobb beférne be a stúdióba. Én nem hiszem, hogy annyira sokan csatlakoznák hozzá, a szavazói pedig, ez a kiábrándult fideszeseket régóta mondják, nézzük meg a méréseket, közvéleménykutatásokat. Bármelyik
oldalt megnézhetjük. Mindenki azt mondja, hogy Fidesztől túl sok embert nem vissza. Tehát azok, akik a te ismerőseid kimennek, ők valószínűleg baloldali érzelműek inkább. Ez minden felmérés ezt mutatja. Hogy én is, akiket látok ismerősöket, egy része egyébként szélső jobb, a másik része pedig inkább liberális, akik ismerősek. Na hát akkor azért ennek a felére már nem mondhatjuk rá, hogy baloldali. Oké, vegyük azokat a jeleket, itt Petrával is beszélgettünk róla, az ukrán sajtóban egyszer csak elkezdik imádni Magyar Péter, csak úgy, mint a Guardianben. A Spinoza házban azt mondja, hogy a Pressman közvetve megkereste őt. Megvágatja azt a videót, amin a barátnője arról beszél, hogy kaptak külföldi támogatást. Megjelenik a backstage-ben Lány Balázs. Bocsát, nem ezt mondta. Azt mondta, hogy külföldi grafikus. Félig magyar, félig külföldi grafikus részt vett az ő projektjében. Azért nem egy grafikus csapat. Jó, azért ismerve azt, hogy egyébként mondjuk az ilyen típusú grafikus szakma is globalizálódik, meg mégiscsak az Magyarországon nincs elég grafikus. De még, hát nem tudom, hogy hány grafikus van Magyarországon, de mégiscsak azért az EU-n belül van egy szabad szolgáltatások és áruk áramlás, tehát kiderült, hogy ez nem annyira ritka. Kiderült, hogy ez a grafika, amit ez a csapat készített, az egy indiai ragasztónak a logója. Jó, hát akkor nem tudom. Ez mondjuk feleslegesé tesz egy csapat. Nem tisztem megvédeni az ő design döntéseiket. Akkor, tehát sor... Ott vannak nagyon hasonló technikai eszközök, mint amivel Márki-Zay Péter is építette a színpadát. Szóval... ez viszont ez, tehát hányféleképpen lehet egy színpadot felépíteni? Tehát szerintem azért nagyon hasonló, tehát szerintem a békemeneten is nagyon hasonló LED fal van, meg hangszórók. Tudod, mi a közösben? Hogy mindegyik drága. Hát igen, ez valószínűleg. Pontosan, és szerintem pont azért ne ragadjunk a technikánál magánál, hanem az, hogy mindegyik drága, és itt óriási szervezettséget igényelt, nem csak ez, hanem már az Andrássy úti beszéde is, az, hogy oda annyi embert oda vittek. Tehát ne gondoljuk azt egy pillanatig sem, hogy ő egymaga csinálja ezt, ahogy el is mondta, hogy tőle ne várják, hogy egyedül csinálja végig. Ez nem is az, hogy elvárható. És nem is egyedül csinálja. Egyértelmű, hogy valakik állnak mögötte, hogy kik azt nem tudjuk, és nem is szeretnék itt ilyen tényállítást tenni, még mielőtt beleszaladok egy Magyar Péter perbe, de az egészen biztos, hogy mögötte áll valaki, állnak valakik, és az sem véletlen, hogy Amerikában, ahol mondjuk elnökválasztásra készülnek, ott tényleg az a legfontosabb, hogy Magyarországon valaki kivisz pár tízezer embert az utcára? Vagy akár Guardian számára? Most a sajtóra, tehát én például most nekem személyes fájdalom, hogy áprilistól nem lett Print New York Times-t kapni Magyarországon, előtte sokáig megvettem, és abban Argentinától, a nem tudom, tehát hogy ezeket beszoktak róla számolni, hossza, nem tudom, oldalas cikket írnak a nem tudom milyen ázsiai, meg dél-amerikai ország választásáról, szerintem ebben tök belefér. Választásáról, de itt még nem volt megjelent valaki a közül. Igen, mert ez érdekes, most azért te is a magyar, bár a magyar sajtóban ez kevésbé erős, a magyar lapoknak is van külpolitikai rovata, ugye amíg létezett az azonnali, ott kifejezetten ment ez, hogy nem tudom, az írországi választási egyes párt. Szerintem ez abszolút belefér. Van külpolitikai rovat, csak nem a külföldi más országok ex-minisztereinek az ex-férjeiről szoktak cikkezni. Szerintem az, amekkora, tehát szerintem miután hónapok óta a magyar média szinte csak erről szól, és amekkora érdeklődés van, én nem tartom annyira meglepőnek, hogy a nemzetközi sajtó ezt megtalálta. És a békemeneteket is megírta részletesen a New York Times? Megírta. Nem tudom, hogy megírta. Hát önmagában az hogy feltűnik egy mondjuk úgy távoli egzotikus országban egy volt miniszter férje, és elkezdi fölborgatni a politikai státuszkót, szerintem ez kicsit izgalmasabb, ha csak így újságírói fejjel egy hírérték szempontjából gondolkodunk, mint hogy N+1. Alkalommal megtartottak egy rendezvényt a 14 éve regnáló kormány mellett. Igen, csak hát azért most a Kossuth téren elég sokan kimondtak. Csak azt mondom, hogy a újságíróként hírérték szempontjából lehet, hogy én is Dél-Szudánban tartottak egy menetet a kormány mellett, vagy egy ilyen tök nagy átrendeződés van. Lehet, hogy én is magyar újságíróként a külföld rovatban inkább az utóbbiról írnék egy hosszabb cikket, mert többen olvassák. Okay. Ez egyértelmű, hogy van egy ilyen, de ezt mondtam, ezzel kezdtem, hogy itt ez a pikantériája, hogy egy ex-miniszter, ex-férjéről van szó. De mindentől függetlenül egy 10 milliós országról van szó. Nem hiszem, hogy az amerikaiak vagy az argentinok többségét ez érdekelni. És pontosan a békemenetről nem szólnak, sőt, ugye az is elhangzott Magyar Pétertől, hogy az elmúlt évtized legnagyobb politikai demonstrációja volt. Hát még az ő saját számai szerint sem voltak annyian, mint a békemeneten. Tehát itt megint egy erős megszólalás volt tőle, plusz még baloldali sajtóorganumok sem írtak olyan számokról, mint ő. Tehát ez egy kicsit
túl volt hype-olva szerintem. Ahogy ott elmondta, a beszéde során is kb. 7-szer ismételve saját magát, hogy ennyi ember még soha nem gyűlt itt össze, legnagyobb politikai demonstráció. Erős túlzások, erős sarkítások vannak. Magyar Péter szeret nagyokat mondani. Igen, nem, nagyon nincs köztünk kérdés, vita. Meddig tart ki ez, mikor durran ki ez a bizonyos lufi? Meglátjuk. Azzal, ha már a nagyot mondásnál tartunk, azzal számol, hogy a következő országgyűlési választásoknál ő olyan pozícióba lavírozza magát a pártjával, hogy a kormány alakításnál ő tényező lehet. Na ennek egy 10-es skálán elhelyezve ennek az erejét, hogy érzitek? Hát ugye a jogi lehetőség az megvan rá, természetesen mindenki számára adott, most már egy pártban alelnök is, elég sokan ígérték ezt, hogy tényezők lesznek. Hozzáteszem, hogy olyat is ígért, és itt ismét egy kis párhuzam a baloldallal, a korábbi baloldali szólamokkal, korábbi baloldali ígéretekkel, hogy leváltják az alkotmánybíróság tagjait, a legfőbb ügyészt, ez ugye nem kell kétharmados többség szerinte sem, vagy mások szerint sem. Tehát már itt egy ilyen alkotmányos pucs hangulata van inkább, mint sem a választási győzelem, illetve kormányalakító tényező, ez az egyik. A másik, hogy most már legutóbb ugye arról beszélt, hogy kik fordulhatnak majd kegyelemért, meg kik azok, akik ugyanúgy majd börtönbe fognak kerülni, vádalkul. Tehát ugye ez a Jakab Péternek volt a mondása, hogy vele kell, az ő irodája előtt kell majd könyörögni azért, hogy megmutassék le az embereket. Ugyanitt tart. Ezt tudjuk beszéltem annak, hogy szeret nagyokat mondani. Én csak azt akartam, ugye ezzel a, tehát hogy azt a kérdés, hogy akkor, és ez egy tök valid kérdés, hogy jelenlegi választási rendszerben, ha ő egy számottevő erő lesz, akkor ő... Ugye kitől vesz el szavazatokat, ugye nyilván ez az örök kérdés, amire szerintem még nem, vagy hát nehéz most egyőre megmondani, de hogy ugye rögtön azért már a baloldali pártok azért azt mondták, hogy na de hát akkor majd össze kell fogni, különben oszd meg és uralkodj, nyer a Fidesz, és ez egy nagyon nehéz dilemma, hogy erről igazából mit mondja, és szerintem ő ezt próbálja valahogy elütni azzal, hogy hát ő neki nem lesz majd erre szüksége, mert ő önmagában akkora erő lesz, hogy akkor az koalícióra kényszeríti Orbánt és Gyurcsányt, ugye valamilyen a mondás. Nem tudom, hogy ennek mennyi a realitása, de azért nem mondanám, hogy semennyi, mert őszintén szóval engem az első Magyar Péter tömeg nagysága is meglepett, tehát hogy ezek után már nem merem azt mondani, hogy nincs. De hát az a tömegnagyság mindig nem volt akkora, mint egy békemenet nagysága, ezt ne felejtsük el. Ez de az sokkal egyik. A másik az, hogy mint, nagyjából... mint a legtöbb ellenzéki tüntetés. Annál sokkal nagyobb volt, ezt elismerjük mindannyian. És ahhoz képest, hogy azért nincs mögötte professzionális párt, van mögötte valami a professzionális párt nincs mögötte, de csapat azért van mögötte. Egy éve még kb. Nem ismerte senki, tehát hogy ehhez képest szerintem sokaknak azért meglepetést okozott, mondom, nekem például... Viszont az látható nagyjából, hogy honnan veszel szavazatokat és mennyit. Ha megnézel egy közvéleménykutatást februárból vagy januárból, és megnézel egy frisset, akkor láthatod, hogy hol, hogyan alakultak a pártpreferenciák a biztos pártválasztók körében is, meg a teljes lakosság körében is. És egyértelmű az elmozdulások azt mutatják, hogy leginkább a baloldalnak és a liberálisabb pártjaiból vesznek el szavazatokat. Jó, tehát az kétségtelen, hogy megmozdítja az embereket, a Republikon és a Nézőpont is 10% fölé mér, akkor még nem is volt pártja. Hát ugye, vagy a bizonytalanok közül, ugye ő neki nyilván, vagy minden új erőnek ez az ütőkártyája. Na, viszont aki a legnagyobb vákumba kerültette az egész, az a Momentum. Szemmel láthatóan nem találják a hangjukat, egyszerűen nincs reakciójuk, elnémultak, nincsenek üzeneteik. Hogyan fognak tudni szerintetek kimászni ebből? Hát az EP választásig elég nehéz lesz, tehát most ugye őket már a határ alatt mérik. Ugye 21 mandátumunk van, azt leosztjuk 100-al, azt jelenti, hogy kb. 5%-os küszöb van ott is, és most jelenleg a Momentumot ez alatt mérik. Ugye 2 mandátumot szereztek még 2019-ben, azóta nem tudom, hogy milyen érdemi lépéseket tettek, mit tudnak felmutatni, milyen teljesítményt, azt lesz, mint hogy a jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben azt mindig megszavaz. Egyébként ez az érdekes, hogy lenne mit mondani, tehát hogy ilyen ötéremből inkumbens pozícióban indulnak, és például a közvetlen uniós forrásokért való munkát azt el tudják mondani. Látszik is, hogy ugye itt az unió koncepció, föderalizmus versus, tehát ugye itt, amit mondott Magyar Péter, ott próbált is ugye Donát Anna értelemben ilyen kicsit ilyen elvisíkon beleszállni, valószínűleg pont azért, hogy ugye definiálja magát Magyar Péter szemben, mert hogy találjon egy olyan pontot, ahol ugye más lehet mondani, mert egyébként az általában elmondottak, azok tényleg nagyon hasonlóak, mint a többi ellenzéki pártnak a mondandója. Általában nincs túl nagy különbség, és éppen az oka annak, hogy szép lassan beolvadnak Gyurcsány Ferenc pártjához. Most ugye ezért mondom, hogy most találtak, ugye, amikor mondta ezt a föderális Európa koncepció elutasítását, ugye ezt próbálta ugye árnyalni vagy vitatni Donát Anna, mert hogy ugye ez lehetett egy különbözési pont gyakorlatilag. Addig is izgatottan várjuk a földosztást, amit beígért. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.